Az őszi méhészeti előadások után tavasszal a borászok számára készült hasznos szakmai előadásokkal a mezőgazdasági és környezetvédelmi szakcsoport. Igyekszünk olyan szakelőadókat hívni, akik tényleg szakmailag megalapozottan elmondják a kistermelőknek úgymond a technológiákat is, az újdonságokat is, néha színesítjük, volt már szomeliér is, most per pillanat zajlik az előadás. Magyarországon Szekszárd környéki egyik legnagyobb borászat, mint egy 200 hektáros borászatnak a szakemberei vannak itt. A magyarországi előadók a borkészítés technológiájáról, a növényvédelemről és egyéb tavaszi vegyvédelmi munkákról tartottak előadást, a többi között a filoxéra, vagyis a szőlőgyökértetű kártékony hatásairól és esetleges kezeléséről. Az aranyszínű sárgaság ellen, a Flavescens dorei ellen nem tudunk védekezni, és a fitoplazma ellen jelenleg nincsen olyan növényvédelmi szer, ami kifejezetten erre vonatkozna. A vektor ellen tudunk védekezni, az amerikai szőlőkabóca ellen rovarölőszeres kezelésekkel, amit mindenféleképpen be kell iktatnunk a növényvédelmi technológiánkba. Ajánlatos kétszeri kezelés, egyszer egy lárva stádiumban, illetve egyszer egy imágó állapotú kezelés, vagy imágó állapotban. A résztvevők bortörténelmi előadást is hallhattak Habodás Béla vendégelőadótól, Gódor Attila pedig a borkészítés rejtelmeiről mesélt a jelenlévőknek.